Ma reggel kigurult egy új update, pedig már azt hittem, hogy Szabira mentek a valve olyan régóta nem kaptunk új frissítést. Mindenképp nézzetek be a Kodak Shopba, ahova új egérpadok érkeztek, ezeknek a dizájnját én csináltam aival, és a 90 x 40 centistől a 25 x 35 centisig mindenféle méret megtalálható. A legfontosabb újítás, hogy működik a workshop, megjelent a Play menüben egy workshop gomb, és bal alul a linkre kattintva tudtok keresgelni a workshop mapok között. Ugyanúgy, mint eddig, fel kell iratkoznod az adott pályára, és akkor be tudod tölteni magadnak és tudsz rajta játszani. Lehet botok ellen gyakorolni és célkeresztet próbálgatni. Említek, egy kicsit javítottak azon, hogy sokszor érezted, hogy a fal mögött haltál meg, most talán ez kevésbé lesz hangsúlyos. Javítottak pár hibát a késekkel kapcsolatban, sokan panaszkodtak, hogy valami nem működik jól, sőt, ezt még én is tapasztaltam. Oh, what? Volt egy hiba, hogyha lőttél és késre váltottál, akkor nem rendes sebzést okozott a kés. Sőt, most, hogyha a társad és az ellenfél is ott van előtted, akkor az ellenfelet sebzi inkább a kés. A dikoly gránátot egy kicsit buffolták, most füstbe dobva, szétfújja a füstöt, és a hanghatások mellé torkolat tüzet is produkál. a füstgánátok is új fényesebb kinézetet kaptak, de ami még érdekesebb, hogy a CT füst most szürke, a terror füst pedig sárga maradt. Pont olyanok, amilyen színű füstöt eresztenek. Nekem nem annyira hiányzik, hogy rózsaszín és piros füstben úszna az inferno, de könnyen lehet, hogy ez következik. MN-ben a hátralévő győzelmek számát mutatja maponként a menü, mármint másnak, nekem még nem. Infernon változtattak pár dolgot, hogy könnyebb legyen mozogni a pályán, illetve egyéb apróságokat. Például kikerült a madár, ami sok embert megzavart. Markelov például azt hitte rá, hogy egy flashbang, is elfordult előle. A hétvégén publikálom a rangrendszerrel kapcsolatos videómat, úgyhogy ha ez érdekel, mindenki piratkozz fel a csatornára. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok!